Hát szervusz, kedves Nyíregyháza! Nagyon szépen köszönjük nektek. Mi vagyunk a Trampúr Egerből, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk köztetek, illetve nálatok. Szakaszosan futva lementek a fények, magányos az utca. Magányos az élet, furcsa zenék szólnak, zeng a táska mélye. Hallgass csak nyugodtan, ha tetszik, miért ne? GBR rádió, jó lenne vinni már. A szerelmet vitte át, át a kattogós minimál. Skorpiók repülnek, fent szállnak az égen. Hogyha én szerettem, akkor te miért nem? És égszínkép GBR hangszorom visszállt a túlba. Én tudtam, hogy véget fog az élet szétcsapni, látod, mégsem szóltam. Kiszakadt a külső, fém mélyed a húsba, kifordul a belső, ahogy összezúzta ezt a kedves ember, az a kedves ember. Lelapsul a föld is, a szív már nem ver, és égszínkék GBL hangszorom visszállt a túlpartra. Na jól van, én tudtam, hogy téged fog az élet szétcsapni, látod, mégse szóltam, csak visznek. Ez az megálmodott élet, ami nekünk maradt már tényleg. Közelében sincsen annak, ami ennek álmodva kérdel, és nincsen semmi, ami maradhatna nekünk, hogy mások lettünk. Ezek maradunk, ezek leszünk. Ha magadon keresztül próbálod értelmezni a világot, sohasem fogod megérteni. Kérek neked egy másik életet. Látod a felső polcon, keresgéltünk, hogy magad választottam. Persze, régen a homokért. Most már pillanatok összesorgyadás, megtörött csendre, hogy hallgatnék a hajmármas fülön. Honnan résen szivárat, hogy az én érdelés, mindenki ős a padon lett. Mindenki alatt külöttük maradt, de csak rendben. Köszöntünk a stúdióba. Hogy érzed magad? A Trampúr zenekar két tagja ült velem szemben. Sziasztok! Sziasztok! Még fiatal a zenekar, mondhatjuk 2019. Ilyenkor még számoljátok, hogy jelenleg hány rajongónál tartotok? Hát igazából mindig csak nézzük az egyre szebben növekvő számokat. Igazából... Egy van. Remélem most rám gondoltál, igen, mert természetesen. Igen. Szerintem szemtelenül fiatalok, szemtelenül jóképűek, és szemtelenül tudjátok, hogy mit akartok. Ezt ugye mindent ugyanígy éreztek ti is belülről. Hát figyelj, most megborotválkoztam úgy, hogy egész jóképűek érzem magam, de hülyeséget félretéve egyébként nagyon szeretjük csinálni, amit csinálunk, és rengeteg helyről nyerjük az inspirációt zeneileg, és ezt próbáljuk ugye a dalokba belecsempészni szépen finoman. Valamit hozzászólnál a témához? Abszolút. Elég komoly volt a casting, hogy csak jóképű fiúkból álljon a zenekar, de végül is úgy gondolom, hogy sikerült. Meséltek egy picit a névválasztásról. Trampúr, én itt elkezdtem filozofálgatni, vagy gondolkodni, hogy milyen szóösszetételből születhetett meg, aztán rájöttem, hogy egyszerűbb lesz, hogyha megkérdezem, hogy milyen uszodai látogatás van a név mögött? Hát most pont az a két kolléga, aki nincs itt, ez az ő agyszüleményük volt. Egy ilyen uszodai beszélgetés során ez így kiszűrődött, és így az ő fejükbe összeállt, hogy akkor ez így jó lehetne akár egy zenekarnévnek,
hogy ilyen szerintük hangzatos, olyan különösebb jelentése nincsen, ezek vagyunk mi. 2021-ben lemezetek is megjelent. Igen. Így van. Ezek kik? Pontosan. Kiderült, hogy ezek kik? Vagy kiderül a lemezből? Akkor, hát ezt tőled kérdezném meg akkor, hogy kiderült? Tulajdonképpen ebből a kis szösszenetből? Abszolút, abszolút kiderült. Egy-két számot, hogyha valaki meghallgat tőletek, akkor kiderül. De ti belülről hogy érzitek? Kik? Én úgy gondolom egyébként, hogy egyre inkább ismerjük meg magunkat. Emberileg is, zeneileg is egyre jobban építkezünk, hogyha szabad így mondani. És még ha konkrét végeredmény nincs is, vagy hogyha még mindig egyfajta útkeresési mesdjén vagyunk, majd hamarosan kiderül egyébként. Azért jártatok már tehetségkutatón, kisebb-nagyobb klubokban, koncerteken, majd, hogy nem az egész országot bejártátok. Vannak kedvenc helyek már? Úgy mondanám, hogy ugye mi nekünk most nagyon nagy lehetőség, illetve egy mérföldkő volt az életünkben, hogy a Müller Péter Siami and Friends-nek voltunk az előzenekara. És köszi, ott hogy lelőtted a következő kérdésem. Nem baj, mesélj nem, tovább. Nem, bocsánat, akkor ezt vágjuk meg. Nem és akkor felvilágosítva. Nem volt a mezőbe felvilágosítva. Ugye, hogy most voltunk egy pár helyen turnézni, voltak nagyon szimpatikus helyek. Tehát például Szegedet én nagyon szerettem személy szerint. Az a picike kis falatnyi klub lényegében, ami már a hangbeállásnál megtöltődött emberekkel, ugye rengetegen voltak, és nagyon élvezte is a közönség. Illetőleg nekem a soproni helyszín is nagyon tetszett egyébként. Nekem valamiért a Hollywood Klub Nyíregyháza az egyik kedvencem. És erre az ország bejárásra nagyrészt az is lehetőséget adott nektek, hogy 2022-ben Müller Péter Siaminak az egyik zenekarával turnézhattatok, vagy koncertezhettetek, hiszen ő gyakorlatilag mentorált titeket. Na ez milyen volt? Azért ő egy nagy név a zenei szakmában. Hát abszolút. És nagyon nagy inspiráció, meg megtiszteltetés, hogy például Gergővel sokszor beszéljük, hogy egyébként rá most, mint alkotóra, mekkora hatást gyakorolt, meg mennyi inspirációt adott az, hogy ilyen sok időt töltöttünk velük, de nagyon jó, tehát nagyon jó volt, nagyon jó fej az egész zenekar, akikkel voltunk, meg ilyen nagyon családias volt a hangulat, és tényleg az volt a jó, hogy annyira, tehát hogy szinte így összebarátkoztunk, mondhatjuk. És ugye azt mondtam, hogy mentorált titeket, ez mit jelent pontosan? Mi az, amiben tudott nektek segíteni? Tulajdonképpen úgy mondanám, hogy a hangmérnökünk Kirchner Péter, ugye, aki többek között a Siaminak a gitárosa, az elsődleges mentoráció tőle jött, hiszen ő ajánlotta fel nekünk ezt a lehetőséget, hogy van ez a pályázat, aminek a keretein belül zenélhetünk előttük. Na most ugye emellett jártak ingyenes stúdió dalok is, tehát hogy vagy kettőt felvehettünk így a pályázaton belül. Illetőleg tényleg, tehát azt mondom, hogy a fő inspiráció vagy patronáció tulajdonképpen az is volt, hogy adott egy zenekari rutin nekünk. Tehát, hogy nekünk erre volt szükségünk elsősorban, hogy színpadi rutinunk legyen, hiszen előtte eléggé hébe-hóba voltak koncertjeink, most viszont egy rendszerhez szoktunk, ezáltal a színpadi kiállásunk is úgy gondolom, hogy megerősödött. Meg igazából, tehát alapvetően a stúdiózások alkalmával, és a Kirchner Péter, ő így akár a daloknak a szerkezetébe, vagy egy picit a hangszerelésbe is, hát nem szól bele, de tanácsokat ad. És akkor mi azt vagy elfogadjuk, vagy nem, de ugyanígy a koncertek során is, főleg egyébként a gitáros kollégáknál a hangzásba, a saját technikájuknak a használatába segített, és ez azért jelentős javulást eredményezett szerintem összességében az összképen. Nekem baromira tetszik az egy koncerten, amikor a zenekar tagok kommunikálnak egymással, és nem csak az, hogy oldalra nézünk, és oké, jöhet a következő, hanem van valamiféle interakció, és neked, én ezt láttam a színpadon, ezt például tanultad, javasolták, vagy ez teljesen belülről jött? Figyelj, az az igazság, hogy én amióta az eszemet tudom, nagyon szeretek a színpadon működni. Én egyébként a szülővárosomban, Ózdon játszom a színésztársulatban, illetve egyébként, hogyha visszagondolunk mondjuk ilyen gimnáziumi, vagy akár sokkal régebb ilyen óvodai műsorokra, már akkor is nagyon szerettem szerepelni, énekelni, stb. És ugye ezt nyilván szeretném a színpadi dolgokba is megjeleníteni a zenekaron belül. Meg úgy gondolom egyébként, hogy egy kis sólem az mindig jó, tehát hogy azért jobban szereti a közönség, hogyha valaki azt látja, hogy élvezi, amit csinál, maximális élvezettel van a közönség felé, illetve afelé, amit csinál.
Beszéljünk egy picit akkor a műfajról. Még egyszer azt olvastam, azt nyilatkoztátok, hogy az alternatív rockból ered, némi progresszív, pszichedelikus és new wave behatással megfűszerezve. Na! Tehát akkor milyen műfajzenét játszottok? Hát egy kedves YouTube kommentelőnk nagyon pontosan megfogalmazta, és mi azóta ezt tartjuk. A zenénk az tulajdonképpen háztartási mama konform alter funky. Várjál, fordítva. Mama konform háztartási alter funky. Bocsánat. Semmi baj, nem azért, csak fő a pontosság, tudod. Oké, reméljük ezt a nézők is értették, hát tehát ez egy új műfaj. Nincsenek nagyon behatárolt dolgok, tehát nyilván egy kicsit a számok is eléggé eltérőek, egy kicsit főleg a srácok azért úgy bátran nyúlogatnak bele, akár hangzásokba, akár témákba, főleg most talán az első albumhoz képest a második, amit most készítünk, meg már vannak kint róla számok, így szingülként vagy egyesével, ez egy picit most talán más vonal, vagy kísérletezgetősebb, nyilván, ahogy mi is egyre többet zenélünk együtt, meg akár mindenki, ahogy fejlődik így a saját hang szerint. 10 év múlva hány rajongónál akartok tartani, és hogyha 10 év múlva egy koncert után beszélgetünk, akkor mi lesz a témánk? Nekem személy szerint olyan nagyon nagyra vágyó terveim nincsenek, tehát nem szeretnék mondjuk 10 év múlva a Papp László Budapest Sportarénába fellépni, de hogyha jó kis teltházas klubkoncertek vannak itt országszerte, vagy akár az ilyen jobb fesztivál, tehát az ilyen jobb, kicsit ilyen ezt a stílus képviselő fesztiválokon, mondjuk ott lennénk a nagy színpados produkciók között, akkor én azzal maximálisan elégedett lennék. De egyébként meg nem emiatt csináljuk, hanem magunk miatt meg szeretnénk itt hagyni valamit magunkból. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.